Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Ragoncs Erita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Parkolási gondok Pécs-Somogyban, a pécsi városvezetés figyelmét hívják fel az utak, utcák szélesítésére. Parkolóházat akar a belvárosi képviselő, a régi vásárcsarnok épületét szemelte ki. Ételek, kultúrák a nagyvilágból, külföldi diákok receptjei gyűjtötte egybe az egyetem. Múzeumpedagógiai évnyitó éves témaköreit mutatta be a Janus Pannonius Múzeum a pedagógusoknak. Parkolási gondok vannak Pécs-Somogyban. Egy fontos közlekedési problémára kívánja felhívni a pécsi városvezetés figyelmét a pécsi polgári oldal egyik képviselője, Berényi Zoltán a településen. Lakossági javaslatra a vízelvezető árok burkolását látják egyik megoldásnak a szűk utak szélesítése céljából. Ezzel részben megoldódhatna a parkolási nehézség is. Pécs-Somogy, Vasason és Hirden közel 6000 ember mindennapjait érinti a főutak melletti parkolási nehézség. A képeken is jól látható az útmenti árok, ami miatt balesetveszélyes lehet a parkolás a településen. Ha buszok közlekednek szembe, már elférni sem lehet, és hosszú időt vesz igénybe a terelgetés. Közel 6000 ember mindennapjait érinti a probléma, mondta Berényi Zoltán, az ÖPE-KDNP önkormányzati képviselője. Annak ellenére, hogy itt azért családi házas övezet, vannak, akik betudnának és be is állnak az udvarukba, de az élet azóta meghaladta az akkori igényeket, családonként sokszor több autó van, illetve vannak, akik nem is tudják megoldani azt, hogy beálljanak ezzel a főúton, a forgalmas, illetve a szűkebb utcákban is elfoglalják az utat, a buszközlekedést és az egyéb közlekedést is komolyan nehezítve, akadályozva. Lakossági fórumon tettek javaslatot a helybeliek, hogy az útmenti vízelvezető csatornákat kellene lefedni, amelynek következtében szélesebb lenne az út, és már is jobban elférnének a járművek, valamint parkolni is lehetne. Vannak helyek, mi pontosan azt javasolnánk, hogy például ahol állunk is, ez a Búzakalász utca, Somogy utca, illetve Mázsaház utca része Vasas felevezetőben, ahol a vízelvezető ároknak akár helyenkénti leburkolásával, ez többek közt az e-témában összehívott fórumon lakossági javaslatok is érkeztek ebben, lehetne ideglenesen vendégparkolókat is kialakítani, talán egy kicsit kezelve a dolgot, illetve a városnak a helyi lakosok igényeit minél inkább messze menőben figyelembe véve segíteni a mindennapjaik, illetve a közlekedés biztonságossá tételét. Berényi szerint a szakemberek biztos, hogy ennél még jobb ötletet kitalálhatnának a helyi parkolási gond megoldására. Tenni utaknak a javítása, hiszen a kettő együtt képzelhető el, hogy legyen egy járható út, legyen egy szabadon mások akadályozása nélkül megállást biztosító, várakozást biztosító hely, és így talán akkor ez a területünk is élhetőbb, kedvezőbb lenne az itt élők számára, mert most sok esetben már elviselhetetlen, egyes esetekben komoly veszélyhelyzetet, balesetveszélyes helyzetet is idéz elő a jelenleg kialakult helyzet. Erre a fontos közlekedési problémára kívánja felhívni a pécsi városvezetés figyelmét a pécsi polgári oldal egyik képviselője, Berényi Zoltán a településen. A Fidesz pécsi szervezete tisztújító és küldött választóközgyűlést tartott kedden este. A tagság 94%-os többséggel 2 évre újra elnökké választotta dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselőt, akinek munkáját 4 alelnök segíti majd. Deli Ágnes, dr. Őri László, dr. Csizmadia Péter és Hári József. A csoport felhatalmazást adott az új elnöknek és elnökségnek, hogy felkészüljön és levezényelje a jövő évben esedékes önkormányzati és Európai Uniós kampányt, illetve megbízta a küldötteket, hogy képviseljék a pécsi Fideszt az országos kongresszus munkájában, mely legközelebb novemberben ül össze. A párt egyértelmű célja, hogy 2024-ben Pécsnek újra lokálpatrióta, hozzáértő, jobboldali vezetése legyen. Elhanyagolt üres épület helyett parkolóházat hozna létre a régi vásárcsarnok épületéből Pécsen a belváros képviselője. Kővári János szerint naponta bizonyosodik be, hogy nincs elég hely a járműveknek ebben a városrészben. Az épület átalakítása pedig olcsó és hatásos megoldás lenne a parkolók hiányára. Dróthálóval zárták le a régi vásárcsarnok üzletsorát az épület keleti oldalán. Bent már csak néhány pult emlékeztet arra, hogy itt régen árusok dolgoztak. Egy éve áll üresen ez a pécsi ingatlan. Felmerült az ötlet, hogy parkolóházzá lehetne alakítani. Nem ártana, hogyha tényleg lenne egy parkolóház, mert ott tetszik látni, hogy alig van hely, ahol el tudunk helyezkedni.
illetve hát meg kellene oldani ezt a problémát is, illetve a párosnak ennyit kellene ma fektetnie az egészbe, hogy legyen egy parkolóháza is. Mint ismerte, a városvezetés elképzelése szerint hotelt kellene itt építeni. Ezt a döntést hozta a városi közgyűlésben a baloldali többség. Mindenképpen parkolóház. Hotel van már egy pár, és nem tudom mennyire kihasználtak, de a parkolóház az nem igazából van. Ezt mondta az elképzelésekről az autós. A parkolóház ötletét az ÖPE politikusa vetette fel a napokban. Küveri János azt mondja, a belváros képviselőjeként naponta tapasztalja, hogy kevés a parkolóhely Pécs ezen területén. Miután egy éve üresen áll az épület, ugye láthatóan az állapota és az eredeti építés is elég egyszerű teret biztosít, ezért kézenfekvő az, hogy ezt parkolóházzá alakítsuk. Persze, ha több pénz van, akkor nyilván ezt egy több emeletes, több szintes parkolóvá is érdemes alakítani. Miért? Mert alakítani, mert egyrésztről itt az 58-as úton jönnek be ugye délfelől beközlekedők, és a 6-os úton pedig a kelet-nyugat felől, tehát egy olyan csomópontban van, ahol eleve sok autó van. A képviselő szerint kis átalakítással létrehozható egy egyszerű parkolóház az épületben. A szálloda építésével nem ért egyet a képviselő. A Péterfi vezette baloldalnak az az elképzelése, hogy itt egy szálloda épüljön. Nem hiszem, hogy a pécsiek ezt szeretnék. Egyrészt, másrészt pedig ez a már meglévő pécsi szállodai lehetőséget is tönkrevágná, hiszen most is csak 30-40%-os a kihasználtsága a meglévő szálloda infrastruktúrának, úgyhogy legkevésbé gondolnám, hogy ez hasznos lenne. Az ötletgazda szerint egy 100-150 férőhelyes parkolóház kialakítására alkalmas az épület. Ha szintráépítéssel bővítenék, akkor még több jármű befogadását lehetne elérni. Újabb 50 étel a nagyvilágból. Ezzel a címmel jelent meg az a szakácskönyv, amit a Pécsi Egyetemen tanuló külföldi hallgatók receptjeiből állítottak össze. Ez már a második ilyen gyűjtemény, ami a felsőoktatási intézmény gondozásában jelent meg. Ebben Afrikától Amerikán át, Ázsiáig az összes kontinensen találunk ételeket, illetve ismertetőt a készítőről, illetve az adott országról. Algír kuszkusztól a zimbabwei mutakuráig összesen 50 receptet tartalmaz ez a szakácskönyv, amik a Pécsi Egyetemen tanuló külföldi diákoktól származnak. Ez a receptgyűjtemény már a második a sorban. Az egyetem felhívása a külföldi hallgatók felé minden karra ki lett küldve. Megszólítottuk a hallgatókat, és azt gondoltuk, hogy akinek van kedve, az csatlakozzon hozzánk. Beérkeztek a receptek, és a második könyvnél nekem volt egy elképzelésem, hogy A-tól Z-ig menjünk most ezzel a könyvvel, Algériától Zimbabweig. Úgyhogy nagy örömünkre össze is jött. Algériából is volt beküldőnk, Zimbabweból is, és akkor a közte lévő országok pedig, hát tényleg Európa, Afrika, Ázsia, Amerika. A receptekkel jelentkező egyetemisták közül 4 jelen voltak a könyv bemutatóján. A Mauritiusról érkezett tanúsa egy saláta elkészítését osztotta meg, amit az eseményen megkóstolhattak a résztvevők is. 6 éves vagyok az orvosi karon, és 6 éve főzök itt Pécsen. Mivel nem sok szabadidőnk van, ezért egyszerű ételeket készítek. Remélem a salátám elnyeri majd mindenki tetszését. Ez az a saláta, amit ő készített. Egyébként a könyv összeállításakor azt az 50 receptet választották ki a beküldöttek közül, amelyek alapanyagai itthon is beszerezhetők, valamint az elkészítésük nem nagyon bonyolult, nincsenek különleges, speciális eljárások a folyamatban, de jellemző az adott országra. Az egész nemzetközi esítésünknek a Pécsi Tudományegyetemen, amely évek óta az egyik legfontosabb stratégiai keretrendszert jelöli ki, valójában ez az égköve. Tehát most már ugye ez a 2 kötetes szakácskönyv, ez tekinthető ennek az egész folyamatnak az égköveként. Pontosan azért, mert megmutatja azt a sokszínűséget, amivel a Pécsi Tudományegyetem rendelkezik. Több mint 130 országból tanulnak nálunk hallgatók. Az ő különböző kultúráik, különböző szegleteibe
enged betekintést kötet. Egyébként a történeteik is kirajzolódnak, mert direkt arra is kérjük, hogy ne csak receptről szóljon a könyv, hanem a háttér történeteket is osszák meg az olvasókkal. Így magukról, az országról, ahol születtek és felnőttek, egy kis ismertető is olvasható. Az ételeket pedig ők készítették el az egyetem tankonyháján, ahol lefotózták azokat. Ezek a képek kerültek be a kiadványba. Még a nyár folyamán rongálódott meg a Tettyei Malomkerék melletti fahíd. Pécs Városüzemeltetési Vállalata közösségi oldalán számolt be a részletekről. Mint írták, dolgozóik gyorsan kijavították a hibát, cserélték a tartógerendákat, így újra biztonságosan lehet sétálgatni már a hídon, mely a napokban kapott egy felújító festést is, sőt a korlátot és a kőfalat a híddal összekötő elemek is megszépültek. Eozin expedíció reformkori vitajáték, pécsiek a Bauhausban, állatlesen Csontvárival, lázadás a nyolcakkal. Ez a most indult tanévre összeállított múzeumpedagógiai kínálat, amelyet a múzeumpedagógiai évnyitó mutattak be a pedagógusoknak csütörtökön. Nemesnél Lengl Marianna, a Zsolnai Technikum igazgató helyettese is részt vett a Janus Pannonius Múzeum által szervezett múzeumpedagógiai évnyitón. Azt mondta, nagyon hasznos a diákok számára, ha a múzeumokat látogathatják, ugyanis az iskolájukban turisztikai képzés folyik. A város, a hagyományok, a körülöttünk lévő természet vagy a néprajzi kiállítások megismerése mind rendkívül fontos dolog, hogy tanulmányaikat tartalmasan elvégezhessék. Ezért erre az évnyitó bemutatóra mindenképpen érdemes volt eljönnie és a tapasztalatokat átadni iskolájának. Gyerekeknek nagyon fontos az, hogy a tanulmányaik során ezekkel ismerkedjenek, és nyilván akkor, hogyha eljövünk egy ilyen múzeumpedagógiai foglalkozásra, akkor sokkal behatóbban, részletesebben tudjuk ezeket megismerni, hisz az itteniek, akik ismerik ezt, a gyerekekre felkészülve az ő elvárásaiknak megfelelően az ő igényeik, vagy hogy mi az, ami őket jobban leköti és érdekli, az alapján tudják megközelíteni. És akár például, ha már itt vagyunk a Csontvári Múzeumban, akár hogyha ezt vesszük, Csontváriról, hogyha pluszba kapnak, akár egy színelmélettel kapcsolatos kiegészítő kis előadást, ezek mind aztán beépülnek a tudásukba. Fontos a személyes kapcsolat a pedagógusokkal, mondta Hoffmanné Toldi Ildikó múzeumpedagógus, a Janus Pannonius Múzeum osztályvezetője. Az sem mindegy, milyen programokat találnak ki a múzeum munkatársai. A múzeumpedagógiai megnyitóra alaposan felkészültek, melyet a Csontvári Múzeumban tartottak. Törekedtünk rá, hogy minél több olyan programot kitaláljunk, amiben a gyerekek személyesen bejövve találkozhatnak idővel, térrel, 3D-ben foghatnak a kezükben régmúlt idők tárgyait, a kezükkel megtapasztalva ismerhetnek meg alakokat, formákat, de leginkább azzal a koncepcióval érkeztünk most, és azért hívtunk ide pedagógusokat, és nagyon sok iskolából el is jöttek hozzánk, hogy megmutassuk, hogy a mi általunk újonnan összeállított foglalkozások nagyon hasonlóak ahhoz az ismeretátadáshoz, amire nekik is szükségük van. Az anyagot megmutatják a gyerekeknek, kézzel foghatóvá teszik számukra, majd ezt a memóriájukba igyekeznek beültetni. A mi foglalkozásaink sokkal szélesebb spektrumban adják ezt a lehetőséget, hogy egy ismeretet a gyerek felfogjon, mert hogy néz, tapint, szagol, érzékel, és ez a úgynevezett tapasztalati tanulás és egy többszörös intelligenciára épített foglalkozás szerkezet az, ami most egy picit megújítja majd a mi múzeumpedagógiai foglalkozásainkat. Eozin expedíció, reformkori vitajáték, pécsiek a Bauhausban, állatlesen Csontvárival, lázadás a nyolcakkal. Ez az idei tanévre összeállított múzeumpedagógiai kínálat, melyet most mutattak be a pedagógusoknak. Továbbra is emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Azt írták, a 36. héten tovább emelkedett a koronavírus örökítő anyagának országos átlag koncentrációja a szennyvízben. A mintavételi helyszínek több mint felénél a tendencia stagnáló, ugyanakkor emelkedés figyelhető meg Budapest délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, továbbá Debrecenben, Győrben, Kaposváron, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron és Szombathelyen. Közölték azt is, a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja 17 helyszínen az emelkedett, 5 településen pedig a mérsékelt tartományba esik.
Az országos nyári középhőmérséklet körülbelül 21,6 fok volt, ami azt mutatja, hogy folytatódott az átlagosnál melegebb nyarak sorozata. Június még átlagosnak számított, de július, majd augusztus is egy fokkal melegebb volt az átlagnál. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint az elmúlt 100 év legmelegebb napjai július 9-én és augusztus 12-én voltak. Ezen kívül a megyét extrém viharok is sújtották, július 21-én például heves esőzéssel, orkán erejű széllel és jégesővel járó vihar ért el Baranyát, különösen súlyos károkat okozva az Ormánság területén. Kákicson és Marócsán sok ingatlan károsodott, utóbbi településen összesen 50 tetőszerkezet sérült meg, és néhány gólya is elpusztult a viharban. Augusztus végét sem kímélték a viharok, heves szél, jég és villámlás kíséretében érkezett az ítéletidő. A régió híreivel folytatjuk. A tűzifa ára a tavalyi hasonló időszakhoz képest 65%-kal emelkedett a KSH adatai szerint. A Belügyminisztérium szociális célú tüzelőanyag programja a települések rászoruló családjainak nyújt kiegészítő támogatást. A szociális tűzifa pályázaton az 5000 fő lakosság számot meg nem haladó települések vehettek részt. Háztartásonként legfeljebb 5 köbméter erdei tűzifa vagy 10 mázsa szén adható ki. Kégy község önkormányzata is sikeresen pályázott. Az idén is sikerült 34 köbméter kemény lombú tűzifát nyerni ezen a pályázaton. Az erdészet, akivel megállapodást kötöttünk, azt ígérte, hogy a héten vagy a jövő héten, de véleményem szerint szeptemberben ez a tűzifa ide érkezik. Még az önkormányzat nem alkotta meg az idei évre a szociális tűzifa rendeletét, az is ebben a hónapban mindenféleképpen el fog készülni. Most adatgyűjtést tartunk. Tavaly 12 háztartás kapott tűzifát, idén ezt a számot növelni szeretné az önkormányzat. A kiadandó mennyiséget egyedileg, rászorultság szerint bírálják el a gyermekvédelmi, lakhatási támogatásban részesülők és nyugdíjas pályázók között. A támogatás alapja a nyugdíjminimum, amelynek tavaly 400%-át határozta meg az önkormányzati rendelet keretösszegként. Idén ezt emelni kell, hiszen a tűzifa is megdrágult. Ezen kívül az önkormányzati büdzsé további költségeket is fedez. A tűzifa árán kívül 2000 forintot ad hozzá az önkormányzat, valamennyi áfatartalmat is tesz még hozzá, illetve el kell a fát szállítani a rakodóról, és annak a költsége is az önkormányzatot terheli, illetve az igénylőknek a fa kiszállítása az is az önkormányzatnak a költségvetéséből valósul meg. Az idei szociális tűzifa támogatásokat a Magyar Államkincstár egyösszegben 2023. szeptember 15-éig folyósítja. Tolna vármegyében is jártak azok az előszállási tolvajok, akik Simpson motorokat loptak el. Volt, ahol a nyitott udvarból, míg máshol akár kerítést is bontottak az elkövetők, így közel 900 ezer forintos kárt okoztak. A napokban fejeződött be annak a párosnak az ügye, akik több Simpson motort is elloptak még 2021-ben más-más településről, többek között Tolna vármegyében is. Még 2021 áprilisában tett feljelentést egy madocsai férfi, elmondta, hogy napközben a háza udvaráról ismeretlen tettesek két Simpsont tulajdonítottak el. A motorok ellopásával 400 ezer forint kárt okoztak. Ezek a motorok helybeli lakosok tulajdonát képezték, nála csak felújítás, javítás céljából voltak. A nyomozás során egy akkor 21 éves előszállási férfira és annak 19 éves sógornőire terelődött a gyanú. A páros beismerte, hogy Madocsán kívül más településekről is loptak el motorokat. Volt, ahol a nyitott udvarból még máshol akár kerítést is bontottak az elkövetők, így közel 900 ezer forintos kárt okoztak. Az ügyben a nyomozást paksi kollégák befejezték. A férfi időközben korábban elkövetett bűncselekményei miatt börtönbe került. Neki a motorlopásokon kívül egy másik lopás miatt is felelnie kell. Ugyanis 2021 májusában egy Paks gyapán leállított buszba a vésznyitó segítségével bejutott, és onnan a sofőr 78 ezer forintját, illetve személyes iratait és bankkártyáját is eltulajdonította. Az ügyet a paksi nyomozók lezárták, és a napokban vádemelési javaslattal az illetékes ügyészségnek adták át. Az elmúlt évben egy fürt szexár címmel indított el kezdeményezést a Babits Mihály Kulturális Központ. Ennek részeként helyi és környékbeli alkotókat szólítottak meg egy csoportos kiállítás megvalósítására. Alkossanak olyan műveket, amelyek a szőlővel és a helyi borvidékkel kapcsolatosak. A munkákból most a szüreti napok előrendezvényeként tárlat nyílt.
Ezt a kezdeményezést az elmúlt évben indították útjára, amelyben szekszárdi és környékbeli alkotókat szólítanak meg egy csoportos kiállítás megvalósítása céljából. Ez az összefogás nagy sikernek örvend, mellyel a közösségi értékteremtésnek szeretnének kedvezni. Ugye ez a Szüreti Fesztivál jegyében van ez a kiállítás, és nyilvánvaló, hogy akkor ilyen jellegű, tehát van egy szekszárdi tanyám, és összecsengül két pohár, tehát két boros pohár egy asztalon, egy fehér és egy vörös boros pohár, ezt a két alkotást hoztam. A kiállítás célja továbbra is, hogy a szekszárdi dombvidék gazdag hagyományait és varázslatos tájait ábrázolja a művészet által. Ez egy olyan kiállítás most itt a Babics-Méhek Kulturális Központban, amely nem tekint vissza hosszú évekre, hosszú hagyományra, ugyanis tavalyi évben indítottuk el ezt a fajta ötletet, hogy a város legnagyobb ünnepe kapcsán, a szekszárdi születi napok rendezvénysorozata révén hozzunk ide egy olyan autentikus kiállítást, amely tényleg a születről, a borról, a szőlőről, a csodálatos lankás dombokról, az itteni táj szépségeiről szól, és szólítsa meg azokat a helyben és a térségben élő művészeket, akivel mi évtizedes kapcsolatban állunk a művészeti tevékenységük révén. Összesen 30 alkotó művei csodálhatóak meg a tárlaton, ahol a képzőművészet minden ága megjelenik a vinorellektől, a klasszikus pasztelltől, a grafikai műveken át az olajfestményekig. Fantasztikusak a képek, megnéztem őket, és azt tetszik nekem, hogy ilyen nagy művészeti élet folyik itt. A város mint egy saját magából hoz ki ilyen művészetet, ami egy rendkívüli dolog. A művészet maga mindenhol megjelenik a Földön, meg a világegyetemben, ahol emberek vannak. És hogyha itt körülnézünk és nézzük ezeket a képeket, akkor azt látjuk, hogy itt egy nagyon intenzív, érdeklődő, nyitott közösség él, akik szeretik az életet, szeretnék megérteni az életet, és ezt valamilyen módon műalkotásokban manifesztálják. Ez azért nagyon nagy dolog, mert tulajdonképpen amit itt most látunk, ezt majd 100 év múlva is látni fogják, és látni fogják az emberek, hogy milyen volt 100 évvel ezelőtt, vagy akár még később időkben ebben a városban élni. Úgyhogy ez egy nagyszerű kiállítás, és nagy örömmel vagyok itt, hogy találkozzak a művészekkel, illetve néhány szót szóljak a kiállítás előtt. A Szüreti Napok kísérő programjaként a tárlat bemutatja a különböző művészeti ágakon keresztül azokat az értékeket, amelyekre többek között büszkék lehetünk. A borvidék természeti adottságait és a benne rejlő hagyományokat, a szőlőt, mint a minőségi borok legfontosabb összetevőjét, és a szüreti mulatságokat, amik mind a város közismert jellegzetességei. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Parkolási gondok Pécs-Somogyban, a pécsi városvezetés figyelmét hívják fel az utak, utcák szélesítésére. Parkolóházat akar a belvárosi képviselő, a régi vásárcsarnok épületét szemelte ki. Ételek, kultúrák a nagyvilágból, külföldi diákok receptjei gyűjtötte egybe az egyetem. Múzeumpedagógiai évnyitó éves témaköreit mutatta be a Janus Pannonius Múzeum a pedagógusoknak. Pénteken napos, gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő futózápor. Erre nagyobb esély a keleti tájakon mutatkozik. A Dunától keletre még többfelé élénk, néhol erős lehet az észak-észak-keleti szél. A legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!